Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Misois, október 22-én. A hold a mai napon a Purvasada holdházban található, és kihat a mai napra. Ez azt jelenti, hogy a központi téma jelenleg a kívánság, a reménység, a vágyak és az álmok. Ha ez megvalósul, akkor boldogok vagyunk. Ha nem, akkor ez betegít bennünket, és még az is előfordulhat, hogy ez az oka a betegségeknek. Tehát oda kell figyelni, és hinni ebben, hogy megvalósulhat. E felett, a holtház felett, az indiai mitológia szerint egy istennő uralkodik, mégpedig a folyónak az istennője. Ha hiszünk ebben, akkor így folyamodnak az események. Az indiaiak hisznek abban, ha ez az istennő a kezében egy vízcseppet tart, akkor megvalósulnak az álmok. A mai napon a hold találkozik Jupiter bolygóval, és együtt hatnak. Jupiter bolygó hozhat szerencsét is, de hajlamos arra, hogy eltúlozzon valamit. A hold energiájával, mert együtt hatnak, ma eltúlozzuk az érzelmeket. Az jelenthet dühöt is. Különösen a férfiakra hat ez. Előfordulhat, hogy megsértődnek, vagy dühösek, visszahúzódnak, ma nagyon-nagyon érzékenyek. Ez abból adódik, hogy a hold a mai napon egy kvadrát aspektusban áll egy visszatekintő Mars bolygóval. Ez utalhat a múltakra is, vagy arra, hogy ez a férfi most visszahúzódik. Mi hölgyek másképp éljük át a mai napot, mert Plutó bolygó számunkra szerencsét hoz, ez mutatja a belső erőnket, és kihat a testi kapcsolatokra is, mert Plutó bolygó e felett is uralkodik. És ez volt a mai felvételem, Misois, október 22-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!